Hát sziasztok, sziasztok, kedves emberek, én Dombi vagyok, és ismételten egy FIFA sorozatnak nézzünk elébe, ez pedig nem más, mint egy FIFA 22-es Nottingham Forest-es karrier videó. Igazából tudom, meg sokszor, hogy aki ismer engem, így az öt év videózásomon a hátam mögött, mindenki tudja, hogy minden FIFA sorozatot rögtön azzal kezdem, hogy átigazolás, és akkor az első rész az erről fog szólni, aztán a második részben jönnek aztán a meccsek. Nos, ez nem így van. Nem akarom ezzel pazarolni nektek ugye a drága időtöket. Ezért én arra gondoltam, hogy az első részben legyen egy nagyon jó mérkőzés. Ugye az első részben a, nem tudom, a Coventry ellen játszottam, felvettem, és azt most le fogom nektek közvetíteni nem sokára. Miért is csinálok videót? Tudom, hogy a FIFA 21-ben azt mondtam, hogy nem biztos, hogy lesz egy FIFA sorozat, de mivel benne van a Fradi nyilván, de meg ahogy a Nottingham nagyon jól szerepelt az FA kupában, imi úszolására mondtam, hogy úszolt engem, hogy csináljak egy ilyen videót, karrier sorozatot. Gondolkoztam rajta, és akkor legyen akkor Nottingham karrier, mert csatorna nem volt még ilyen. Hogy az én csatornám az arról híresült el, hogy én Sunderland. Meg részben azért is döntöttem amellett, hogy hogy itt az ideje egy másik karrierben nekivágni, ami nekem nem annyira unalmas. Nos, hát ez erre esett erre a választás. És most egy picit be van gyorsítva a videó, mert azért a drága időtöket azért nem akarom ezzel elpazarolni. Mit is tervezek ezekben a részekben, és ebben a részben mit csináltam így az első felében a videónak? Igazoltam pár fiatal, meg úgymond tehetséges játékost, a Real Madridból már egyből Gerard Bale-t, ahogyan láthattátok. Úgymond meg később is fogok kiközölni a Madridtól. Kedvenc csapatom mégis, meg nekik szurkolok. Carvajalt akartam így a védelem tengelyébe, de aztán rájöttem, hogy mégse. Aztán meg végül mást sikerült leigazolni. Úgyhogy ja, szóval ez a helyzet. Rothwell-t, vagy Rachwell-t még nem, vagy nem tudom, hogy kell rejteni, Rothwell. Azt nem sikerült leigazolni, de viszont Gavricsot, viszont annál inkább. Csercseszóval volt egy kis elbeszélni valunk. Én próbáltam ilyen cserejeüzlettel cserőzetet felajánlani egy fiatal játékosra, de nem fogadta el az öreg, hanem inkább csak a... Ja, de hát úgy elfogadta az ajánlatot, de mégsem sikerült megvenni azt a játékot, akit akartam. Szóval az első mérkőzés egy mérkőzés lesz, aztán a következő egy FA kupa mérkőzés, vagy egy Cabacho kupa, ami általában mindig így a karrierek elején szokott lenni, értitek, amiről beszélek. Sunderlandnél is ugyanez volt. És ez a következő videó, amit most láttok, ezt már be van gyorsítva négyszeres gyorsításra, hogy azért haladjunk. Itt Lopezt vettem meg, mint tartalék kapus. Lunit akartam, de fiatalanítani akarom a keretet egyébként. Nagyon jó fiatalanítást akarok eszközölni a csapatba, hogy legyen nagyon jó sok fiatal, tehetséges játékos, akár az ifiből, akár más csapatból. Meg azért a rutin is kell. Rutinos játékosokból, meg bőven kell. És akkor következzen akkor a mérkőzés, átadom a szót saját magamnak, jó szórakozást és jó szurkolást kívánok a videóhoz, és nézzétek végig ezt a pár percet, amíg el nem kezdődik a mérkőzés. Szép jó napot kívánok a kedves tévénézőknek a Molt Road stadionból, ahol elkezdődik az angol másodosztálynak az első mérkőzése, és ebből a jó kis Coventry City Nottingham Forest mérkőzést tekintetjük most meg. Egy nagyon izgalmas mérkőzésre van kilátás, hiszen mindkét oldalon nagyon nagy esélylatorgatások indultak el a mérkőzés előtti órákban, illetve napokban, hiszen mind a két oldalon megfogalmazták, hogy mit tűztek ki célul. A vendégeknél az egyértelmű feljutást a Premier League-be, hiszen hosszú idő után ők voltak az első olyan csapat, amelyik a harmadosztályba zuhant, de most sikerült feltornázniuk a másodosztályra. Elsőként láthatjuk a Coventry City összeállítását, amiben
egy magyar játékos is szerepel, méghozzá Gyökeres Viktor. 5-2-3-as felállásban játszik egyébként a hazai csapat, Clark, Sarter, Bidwell, Hayem a csapatkapitány megfedzen, és Kane az öt védővel, ahogyan említettem, Gyökeres Viktor is a Coventry City-ben játszik. Ami a Nottinghamet illeti, ott egy nagyon bomba igazolás sikerült igazolniuk a nyáron, hiszen megszerezték Gareth Bale-t, aki otthon a csere a kispadon, ahogy láthatják, illetve még a Ferencvárosban Zenko Gavricsot is sikerült megszerezniük. Úgyhogy 5-2-3-as felállásban játszik a vendégcsapat. Grabban, Johnson, Zinkernagy, Jernely, Bettis, tehát ez a három csatáros véd csatárral fog nekiállni a Nottinghami együtt, Nottinghami csapat. Kékben látható majd a Coventry City, piros-fehérben viszont a vendég Nottingham. Gyökeres láthatjuk a közeli képen, a 17-es messzámba fog játszani, és a mai mérkőzést a hazai csapat indította útjára. Balról jobbra fog az első fél időben támadni a hazai Coventry City, és jobbról balról viszont a Nottinghami csapat, és már rögtön az első percben próbálkozik támadni a Nottingham. Azért figyeljük, hogy Gyökeres Viktorra, hiszen ő nagyon jó játékos, hiszen már nagyon régóta külföldön játszik. De már megindul a támadás a bal oldalon, Love már negyedik percben próbál zavart okozni a hazai kapu előtt. Most jön a beadás középre, Graban lő mellé! Már rögtön az ötödik percben Moore-nak kell bemutatni egy nagyon szép védést, de azért ne vegyük el az érdemet Grabentől sem, hiszen azért ő is ott volt, hogy megszerezze már rögtön korán a vezetést a vendégcsapat javára. Nézzük az első szögletet a hatodik percben, ott a fejes, ott lehet a lehetőség, de aztán Moore magabiztosan lehúzza. Bidwell építkezik, próbál építkezni egyébként a Coventry City. Gyökeres, O'Hare-t indítaná bal oldalon, él is indítja, de aztán Spence, hát egy kicsit olyan furcsán, de ott lehet még a lehetőség Johnson előtt, most már bent van a 16-oson belül, mind a két csapat, ott van az első lövés, és aztán Zambának kellett védeni, de aztán Lesh miatt érvénytelen volt a támadás, úgyhogy szabadrugás kifelé. Zamba első labdaírítés a mai mérkőzésen. McKenna. Gardner. Grabban próbálja meg maga elindítani a támadást, de nem jött össze, hiszen azért mégiscsak öt védővel áll fel mind a két csapat. Azért, ami biztosan biztos, védekezésre akarják fordítani a hangsúlyt. Gardner. Mindig megvan a labda. Zinkengárnál. Nagyon szép. Egyssel, még egyssel. El is lehetne lőni. El is lövi! Moore véd egy nagyot. De ott lehet még a kipattanó, de aztán meg a második hullámban már nem jön. Még elszóltam magam, mert ismét támad a Nottingham. Ott a beadás középre. Elmegy a kapu előtt keresztbe. Johnson adja be középre. Grabban felé, és elsodorja Moore. De nem jár ezért büntető. És aztán most már a vendég hazaiaknál van a labda. És indulhat is egy kontratámadás. Méghozzá Jones révén. Átteszi a túloldalat Gyökeresnek. Hammer. Ott a lövés! Zamba! Na már elkönyvelhetjük az első lövést a hazai csapattól. És közben kinéztem, hogy a tavalyi év, tehát a 2020-2021-es szezonban a 16. helyet szerezték meg a hazaiak, a Coventry. A 17. helyen végzett viszont a Nottingham, szóval azért el lehet várni azért, de közben nézzük ezt a helyzetet, de aztán sikerült, ez is lesre sikerült. Muriel az Arsenalba igazolt 38 millió euróért, ami hát azért nem kicsi pénz. Közben Jones szabálytalankodik Lobbal szemben, és Will, ez pedig a mérkőzés első sárgalapját is elkönyvelhetjük. Jody Jones tehát a szabálytalan. Nem értik a játékosok, hogy ezért most miért kellett reklamálni. Hát azért valljuk be, jogos a sárgalap. Nem. Mind a bal oldalon indítja a támadás a Nottingham. 27. percben járunk.
leviszi az alapvonalig, most jön a beadás, hát tulajdonképpen hazadta. Labdát a vendégjátékos. És közben meg a hazai csapat is próbál támadni, illetve hát nem csak támadni, hanem védekezni is, hiszen azért a bal oldalon nagyon meg tudják bontani azért a szélsőket, azért szokták megkettőzni. Johnson, meg hát azért a jobb oldal is erős, maradjunk annyiban. Fél óra elteltével Coventry City, Nottingham Forest egyelőre gól nélküli döntetlen. Eddig mindkét oldalon voltak lehetőségek, mindkét csapat rúghatott szögletet, de közben Hammer indul meg nagy lendülettel, Zamba jön ki jó ütemben a kapujából. Eléggé ráijesztett most a vendég drukkerekre, igen, a jobb oldalt a Nottingham szurkoló tábora látható. Ők vannak ott természetesen, és hát azért nyilván meghűlt bennük a vér. De továbbra sem áll meg a Coventry, de azért Cook is, illetve a McKean, Love védősor azért állja a sarat tekintetben. Gyökeres át a szélére, vagy hát a kezépre, Sheaf. Mindig nála a labda. Sheaf, illetve O'Hare. Összjáték a Gyökeres. És tényleg Gyökeres egyébként, utána néztem. Gyökeres. Gyökeres lő, Zamba. A 41. percben ismételten hazai lehetőségek egyikét láthattuk. Így már aztán 4-4 a kapura lövések aránya 42-43 perc elteltével. Gyökeres. Gyökeres lehúzza magát a védőjéről. O'Hare ellövi. Hát eléggé gyengén. Ezért nem alakult ki nagyobb helyzet. Nézzük vissza. Hát nem kapunk visszajátszást. A kollégák úgy tűnik, hogy nagyon elnyomtak. Spence. Úgy tűnik, hogy ez volt az első félidő utolsó momentuma, hiszen még egy percet hosszabbít a játékvezető. Hammer. Gyökeres. Gyökeres, még mindig nála a labda. Ellövi. Hát akkor ezzel a lövéssel zárjuk az első 45 percet. Tulajdonképpen nem láthattunk gólt az első 45 perc alapján, de úgy tűnik, hogy mind a két oldalon vannak lehetőségek. Mind a Coventry, mind a Nottingham csapata előtt, úgyhogy egyelőre 0-0. Én jövünk hamarosan a folytatással. Meg is kezdődik a második 45 perc. Cseréltek a vendégek méghozzá. Az új szerzemény Gerett Bél, aki most is ott látható a képen, most kaparította meg a labdát. Johnson helyére érkezett. És már rögtön támadást indít a vendégcsapat. Bél egyssel, még egyssel. El is lövi messziről, és hát közelről is, ezzel meg is szerzi a vezetést. Alig kezdődött el a második félidő, a 48. percben járunk, és meg is szerzi a vezetést a Nottingham Forest. Hát tulajdonképpen így kell beszállni a félidőben. Beleér Moore, de már hárítani nem tudja ezt a lövést, úgyhogy már rögtön a 48. percben előnyben a vendégcsapat. A vendég kispad örömét is láthatjuk. Gerett Bale, az új szerzemény, megszerzi tehát a vezetést a vendégcsapat javára. Hát de milyen kezdésre számított egyébként a Coventry City? Maradjunk annyiban. Még én magam is meglepődtem, hogy ilyen korai gólt nagyon ritkán látni. Már abba kiindulva is, hogy a második félidőben szoktak igazából esni a gólok. A Nottinghamnek nagyon nehéz dolga lesz, hiszen rögtön az FA kupába kell bizonyítaniuk, hiszen a Queen's Park Rangers ellen fognak játszani, miközben egy nagyon rossz labda, de aztán Grebbe megszerzi, el is lövi, Moore véd egy hatalmasat, de aztán második hullámban nem érkeznek társak, ezért ki tudták vinni a labdát, de már nem annyira nem is messze, de azért marad a hazaiaknál a labda, az 55. percben vagyunk. Gyökeres. Nem talált csapattársat, ezért nem tudta kinek hova adni, mert minden kékmezes mellett ott áll egy piros. Úgyhogy nyilván azért, mert ha már megszerzik a vezetést a vendégek, akkor nyilván hátrébb mennek védekezni. Gyökeres. Jones. Gyökeres. Gyökeres megtolja a labdát, most van a 16-oson belül.
Most adja be is nagyot, kell védeni a vendégkapusnak. Oher volt, bocsánat, nem gyökeres. De ez már les volt. Nézzük csak. Ez valóban les volt, úgyhogy jogos az ítélet. A 61. percben vagyunk. Ilyet tesz. Nagyon szép labda a grebben. Ott lehet még a következő találat. Nagyot véd a hazai kapus Mór, de aztán nem tud megint a második hullámban érkezni a vendégcsapat. Marad a 1-0. Persze. Szóval a Queen's Park Rangers-szel kell játszania majd a Nottinghamnek az FA kupának az első fordulójában. Azért is furcsa, hiszen majd egy presztízs mérkőzés lesz, hiszen a mostani vezetőedző az 2013 és 2016 között vezette, irányította a csapatot. Sikereket ért el a QPR csapatával, és ezért lesz nyilván jó egy csapattal, hogy bizonyíthat egy edző. És ezzel nagyon szép labdát kap Grebben. Ott a lövés! Egy felső lécet sikerült eltalálnia. Ismételten nyom a Nottingham, még egy gólt akarnak lőni, ki akarják szolgáltatni a közönséget, hogyha már kilátogattak. 20 perc van hátra a rendes játékidőből, továbbra is 1-0-ra vezet a 48. percben szerzett Gareth Bale góllal. De most már úgy tűnik, hogy 2-0-ra fog vezetni. A Nottingham így is van! Eldől a mérkőzés, a 74. percben már 2-0-ra vezet Nottingham Forest, méghozzá a csapatkapitány Grebben találatával. Lefordul két emberről is, és gyönyörű szépen beküldi a bal alsó sarokba a labdát. 2-0. Innen már nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy két gólos hátrányból meg tudja nyerni a mérkőzést a hazai csapat. 0-2 tehát. Úgy tűnik, hogy nagyon jó kezdés az nyilván jót jelent, pozitívumot jelent a csapat számára. Grebben tehát az első mérkőzésen is gólt szerez. Emlékezzünk, hogy az előző szezonban nem igazán sikerült úgy a mérkőzések, és a szezon, mert majdnem a kiesés ellen kellett küzdeni a Nottinghamnek. Közben cserélni fognak a vendégek, méghozzá Jetes helyére jön Colbeck, illetve a másik új szerzemény a Ferencvárostól, Gavrič. Gavrič fog érkezni egyébként. Úgyhogy ezt a... Hogyha már a hazaiak fognak dobni, akkor nyilván a vendégvezetőedző kihasználja egy időhúzás jelleggel a 77. percben, tehát kettős cserére szánja el magát a Nottingham. De közben nézzük Bidwell beadását. Ott a fejes kifejelik, és úgy tűnik, hogy ezzel felszabadult a vendége kapuja. De még nem. Schiff, nem volt szabálytalanság, Hammer, gyökeres, szép összejáték Jones-szal, Jones lő, Zamba. Úgy tűnik, hogy ezen a napon nem lehet lőni, nem lehet gólt lőni. De gyökeres ellövi a labdát, és mégis lehet lőni. Micsoda váratlan fordulat. 82. percben szépít a Coventry City. Ezért is mondtam a mérkőzés elején, hogy nagyon kell figyelni gyökeresre. És siker, hát úgy tűnik, hogy mégis sikerül gólt szerezni ezen a mai napon. A Nottinghamnek megvan tehát az első bekapott gólja is a vendégegyüttesnek. Meghozzá gyökeres Viktor találatával visszajön a mérkőzésbe a hazai csapat. Így is van. A 82. percben 1-2 a mérkőzés állása. Azért valljuk be őszintén, láttunk olyan mérkőzést, amikor 2-0-ra feljött egy csapat, akár döntetlennel, akár győzelemre is. Mert azért vesztes állásból lehet győzni. Gyökeres, belebotlik a cselbe, és ezért nem jött össze. Grebben tolja meg. Indulhatna akár a szélen, de megpróbálja megtolni, de hát megfedzen ott van a védelemben, és azért nyilván ő oda tud figyelni.
89. percben vagyunk. Továbbra is 2-1-re vezet a Nottingham, és már szerintem ez is lesz majd a mérkőzés végeredménye. Bár azért még van hátra 3 perc. Hammer. Viszont szerzi, de aztán meg a vendégek fülelik le az átadást. Aztán végül mégis a hazaiaké. Séf. Gyökeres. Jones. Gyökeres. Szép összejáték Hammer, a Hammer lesatáról jött vissza a Jones. Hammer egy távoli lövés! És ez volt a mérkőzés utolsó momentum, a 95. percben nem sikerült kiegyenlítenie a Coventry Citynek. És ez azt jelenti, hogy a Nottinghami Egyesület győzelemmel kezdi a 2021-2022-es szezont, méghozzá a Coventry City ellen a 2-1-be megnyerik. A mérkőzés Louis Grabbent látható a közeli képen, aki 6 lövésből egyet sikerült betalálnia, illetve az új szerzemény Gareth Bale is betalált a mai mérkőzésen. A végeredménnyel búcsúzom, Coventry, Nottingham Forest 1-2, viszont látásra, viszont hallásra.